Kettő feladat négy óra hossza, röviden így lehet jellemezni a magyar nyelv és irodalom középszintű írásbelit, melyel ma kezdetét vette az érettségi vizsga időszaka. A 12 eseknek először egy szövegértési feladatsort kellett megoldaniuk 60 percben, mely ezúttal egy irodalomtudományi szövegrészletből és 12 hozzákapcsolódó feladatból állt. A második részben három feladatból kellett egyet választani és 180 perc alatt szöveget alkotni. A gimnázium magyar tanárai szerint idén objektív és reális feladat Sorát össze. Az érvelési feladat fő témája az idővel volt kapcsolatos, egy szeneka idézetből kellett kiindulni. Én ahogy olvastam, szerintem az idézet érthető volt, egyértelmű, és ezzel könnyű volt vagy vitázni, vagy pedig egyetérteni. Az egymű értelmezése szokott lenni a második feladat. Egy Bodor Ádám novella volt, én őt nem tartom könnyű szerzőnek. Végül a feladat nem volt nehéz, amit kaptak hozzá, szerintem azt meg tudták oldani és akkor a vers összehasonlítás egy tótárpád, illetve egy Jékeli Zoltán verset kellett összevetni. Ez sem számít, szerintem különösebben nehéz feladatnak. A tótárpád verset ismerték, és nem is olyan régen foglalkoztunk vele, úgyhogy hát, ha még ez is egy kicsit segített. A gimnáziumban 96 végzős maturált közülük ketten emelt szinten adtak számot tudásukról. Az első érettségizők már 11 óra után nem sokkal kijöttek a teremből. Szerintem az első rész az könnyű volt, a második az picit nehezebb, de megoldható. Én novellát elemeztem, mert szerintem az a legkönnyebb, vagy legalábbis nekem az megy a legjobban, aztán majd meglátjuk. A diákok a magyar írásban csak a helyes írási szótát használhatják segédeszközként, mely a szövegalkotásnál jelent nagy segítséget. Szerintem jól sikerült. Bár az első része nem biztos, hogy kész lettem, uh -huh. de a második jobban sikerült. Meg szerintem könnyű volt az érvelés is. Vesre jelentkeztem nemzetközi gazdálkodásra, és azért. A magyar is bele számít a pontokba, úgyhogy egy jó érettségi kéne. A gimnázium magyar tanára a feladatokat reálisnak találta, ám a ráfordítandó időbeosztásán lehetne változtatni. A fogalmazásra mindig sok szokott lenni, ez a 180 perc, talán ezt kellene egy kicsit ügyesebben átgondolni, ez a 60 perc, 180 perc, hogy egyszerűbb lenne ezt egy feladatként 240 percre odaadni nekik, és akkor bármikor visszatérhetnének a szövegértéshez is. A végzősök holnap a matematika írásbelével folytatják az érettségi vizsgákat.